szép a mindnyájunk száma gyerekkorunktól ismerős, ugye evangéliumi elbeszélés az öt okos és az öt balga szűzről. Hűségház várja az Úr eljövetelét. A Tesszalonika levélnél sokat lehetne még beszélni róla. Van, aki úgy gondolja, hamar visszajön, ugyanakkor meg késlekedik. És Jézus előveszi az akkori lakodalmi szokást, hogy érzékelje a hívő ember, hogy miről is van szó. Ki késlekedik és hova készülünk. Lakodalomról van szó. Vőlegényről és menyasszonyról. A vőlegény Krisztus, mi az egyház tagjai pedig az ő menyasszonya vagyunk. Krisztus úgy szeret bennünket, mint hogy a vőlegény szereti a menyasszonyt. Egy normális vőlegényt nem kell rugdosni, hogy akar találkozni a menyasszonyoddal. Bizonnyal el fog jönni Krisztus mindnyájunk életébe. Az akkori lakodalmi szokás az volt, hogy megalkudott a leány apja a vőlegény apjával a hozományba. Nem lehetett játszadozni, nincs még szociális álháló, ha a fiú meghal, és a papa lánya ott marad gyerekekkel egyedül, ki fog gondoskodni a családról? A hozomány a szociális gondolkodás, egy gondoskodás egy formája volt. És nem lehetett tudni, hogy a két apuka mikorra tud véget csapni az alkunak. És mikor indulhat el a vőlegény a menyasszonyért? A vőlegény kísérik fáklyákkal a barátai, a menyasszonyt a barátnői. Bizonnyal, hogy a vőlegény eljön. Nem tudjuk, hogy mikor. Ez nem fenyegetés. Segíteni akar abban, hogy fegyelmezettek legyünk az életben. A jó cselekedeteknek, a Krisztushoz tartozásnak a gesztusai meglegyenek. Ez az olaj. A készenlét. És itt az Úr szeretete irántunk. Aki mindegyikünkhöz el fog érkezni. Talán idéztem minden szentek, hogy nem tudom, Lézői Szent Terézt szeretem idézni, aki azt mondja, értem, nem a halál jön, hanem az élet. Erről szól az evangélium. És hív bennünket arra, amit mondunk a hiszek egyben, hiszek az örök életben, és legyen meg a készenlétünk, hogy valóban az Úr érkezése fölkészülten találjon minket. Amen.